az univerzum az emberi elme számára felfoghatatlan mértékben változik. Mi emberek életünk során csak egy egészen pici szeletét tapasztaljuk meg ennek a gigantikus változásnak. Természetes tehát, hogy bolygónk klímája is folytonos változásban van. Míg ez a klimatikus változás kozmikus léptékkel mérve csupán elenyésző, addig az ember számára nem csak hogy jelentős, hanem egyenesen aggasztó. Ugyanakkor látnunk kell azt is, hogy az elmúlt évtizedekben tapasztalt néhány tizedfokos hőmérsékletemelkedés nem példátlan a Föld történetében. Az emberi tevékenységnek vitathatatlanul komoly szerepe van a globális felmelegedésben. Elég csak a szén-dioxid kibocsátásra gondolnunk. Nem szabad elfelejtenünk azonban, hogy a földtörténetben már jóval az ember megjelenése előtt is bekövetkeztek nagyívű klímaváltozások. Gondoljunk arra, hogy volt olyan időszak, amikor szinte az egész földfelszínt hóborította, vagy jég. Volt olyan időszak, amikor eltűntek a jégsapkák a sarkvidékekről. Most egy olyan időszakban élünk, amikor van még stabil jégsapka a sarkvidékeken, ugyanakkor visszaszorulóban van. Ezt nevezhetjük ilyen szempontból jégkorszaknak is, tehát egy felmelegedésen megyünk most keresztül, és ilyenre volt számos példa már a földtörténetben. Ennek az okai között lehet sorolni azt, hogy például a Földnek a pályája módosul a nap körül, valamilyen oknál fogva. Lehet az, hogy a naptevékenység változik meg, és a nap sugárzás valamilyen módon hatással van a földi klímára. Lehet ennek oka az, hogy a Földnek a mágneses tere alakul át. Ugye, ismerjük a pólusváltás jelenségét, amikor az északi és a déli mágneses pórusok megcserélődnek. Ennek is lehet hatása a klímára. Lehet olyan hatás, ami a kontinensek vándorlásával van összefüggésben. Hiszen most tudjuk jól, hogy a golfáramlat például, amit ismerünk, az egy nagyon komoly tényező a most ismert klíma kialakításában és stabilizálásában. Hogyha összezáródik a kontinensek vándorlása során az adott tengeráramlás útja, akkor nem folyik tovább ez a folyamat, tehát megáll, ennek megfelelően a klíma óhatatlanul változni fog. A keringési pálya módosulása mellett elképzelhető az is, hogy maga a naptevékenység változik meg, például intenzívebbé válik. A klímaváltozást okozhatja az is, hogy a Föld mágneses tere átalakul. Ez a pólusváltás jelensége, amikor az északi és a déli mágneses pólusok megcserélődnek. Mindezen hatások összességeként jön létre az a globális klímaváltozás, amely a Föld átlag hőmérsékletét meghatározza. Igaz, hogy néha kissé melegünk van, ám csillagás szemmel nézve egy igazán szerencsés időszakban jöhettünk a Föld felszínére. A jelenlegi egy viszonylag kellemes klimatikus környezet az emberi faj számára. Ám fontos tisztában lennünk azzal is, hogy ez nem volt, és valószínűleg nem is lesz mindig így.